Sziasztok! Üdv a csatornán! Először is előjáróba elmondom, hogy minden egyes alkalommal egy komplet harcot kell vívnom Sanyikával, mert abban a pillanatban, amikor lenyom a felvétel gombot, ő nekiállja ásni a padlót. Nem tudom, hogy miért van nála ez a pavlovi feltételes reflex, de nem, kicsit idegesítő, amikor ezt hallom, hogy jó, ezt csak most ezt ki kellett adnom magamba, mert megőrjítő! Na, srácok, jó! Lelőttem a poént, itt kezdtem a videót, pedig aztán nem itt akartam, de Sanyika már megőrített. Ja, gameplayen kívül kiütöttem ezt az egész termet, meg ugye lealapoztam azt közben. Mondom, hogyha ezt a gameplayen csinálom meg, akkor ti ered vattok meg. Igazából lehet, hogy én nekem se lett volna már témám annyit beszélni. Most végeztem 17. nap 19 óra 37 perckor, de közben el kellett mennem kaját is gyűjteni, mert egyébként megint bejött rám, és megint elkezdásni. Akkor vége van a Sanyikának. De igen. Na nézzük, ugye ekkora termet már körbe volt ása, csak kiszedtem gyakorlatilag a közepét. Hát ilyen lett, és azon filózok, hogy még növeljem-e, tehát hogy a blokkokat, mindjárt megmutatom, miről beszél a képer. És mi mindig csak ennyi blokkot használtunk. 500 blokkot gyártottunk, 400-ot használtuk. Hogy így legyen, ilyen széles legyen maga a terem. Meg ilyen nagyságú, hogy itt húzzam fel a sarkát. Szomjasok vagyunk. Ja, a kajánk az totál elfogyott. Úgyhogy az éjszakát valahogy ki kell húzni, és reggel már megint egyből azzal kell kezdeni. Javítókészletet nem is tudom, hogy egyáltalán tudok-e már csinálni. Úgyhogy azokat is elhasználtam az összeset, úgyhogy egy darabig tényleg el voltam. Nem tudom, vízem is egyáltalán, nagyon le vagyok szedálva, az a lényeg. Várjátok, felrakom rendesen ezt a fejhallgatót. Úgyhogy nem volt annyira egyszerű a dolog. Jó. Azon filózok, hogy ez ilyen, ekkora legyen ez a terem, vagy legyen nagyobb. Lehet, hogy hátrafele kicsit megnyújtom, meg szerintem lehet ekkora terem, nem? Meg akkor azt beszéltük, hogy íves legyen a teteje, és a sarkait is hozzuk össze úgy valahogy, ugye? De viszont itt mindenképpen ki kell ütnem még egy sor, mert ugye valahogy így kell lennie. Ha egyszer ugye ez megvan ez a fal, akkor mindenképp így kell. Na várjátok, akkor még egy kicsit fogunk kopogatni. Nem akartam az összes dolgot megcsinálni gameplayen kívül, de mondom azt, hogy itt ez az egész közepét ezt kiáll, és nem szokott le, nagyon örülök neki, de azt mondom, a közepét én nem fogom itt, mert igazából másról nem szólt, csak megállás nélkül kopogatás. Úgy meg tényleg arra gondoltam, hogy azért az fárasztó lenne végignéznetek. Ja, akkor azt kellene csinálni, hogy lehet, hogy a végét és a ez így lenne. Ez még ugye kellene. Vagy várjál már, csináljunk ilyen frame-et. Az a gond, hogy nem lehet kétfajta frame-et lerakni. Az is tök jó lenne, hogyha egy bizonyos dologból. De lehet, hogy lehet? Várj, álljál meg! Most ez jó lenne, álljál meg! Hogyha csinálnék olyat, hogy ezt ketté venném, ezt ide raknám, és akkor az egyik fajta frame-ből ezt, hogyha így lekopizom. Ó, de lehet több fajta frame-et, akkor én voltam a nagyon hülye. Ugye? Én voltam a nagyon hülye. Na, akkor a sarka sarkakata, az ilyen lenne. Nincs. És a teteje is ilyen lenne. De furcsán néz ki. De jól néz ki. Jól néz ki ez majd, gyerekek. Ezt ki kell ütnem. És a tetejébe, a sarkaiba, a négy sarkába valami másfajta blokk kell minden. Oda meg fel ugye megint fél blokk egyébként, mint hogy kicsit recegne, vagy én recegek. Mint halkadna egy kicsit a játék. Lehet, hogy már akkor a struktúrát hozok létre, hogy itt beakasztal. Egyébként a fákják azok szokták, érdekes módon. Talán majd az elektromosság nem fogja, érdemes rágyúrni. Na. Remélem örültök neki, hogy nem gameplaybe kell végignézni ezt a körülbelül több száz blokkni kopogatást. Így is fogtok eleget tapasztalni, mert ugye itt még azért kell áskálni a keepernek. De mégis így most már nem csak ások, hanem ugye építkezek is közben, mert ugye azt is kell. Ja. Így. És akkor a legszélére ugye majd rakunk. Ez a legszéle már? A legszéle, nem?
És akkor ide jön. És forgathatom. Ó, várjál, visszafele lehet elvileg erre. Igen, kitanulta a Keeper, nagyon ügyes. Na, így lesz? Hát ez bőve! De várjál, hogyha így rakom, akkor ugye... Akkor sorba kell még egy sort raknom. Itt meg? Mi a szituáció? Hányat? Aha. Ilyen magas, az jó, nem? Szerintem jó. De várjál, hogyha én még egyet rá akarok rakni, akkor még egy sort föl kell pakolni. Ugye? Vagy pedig egy sima lapot kell raknom a tetejére. Még az is egy megoldás. Jól, ez jó magas lesz. Ez olyan magas, mint kint. Ez fölött egy blokk. Itt meg ez fölött két blokk. Ez jó nagy terem lesz. De egyébként nem bánom, mert tetszik maga a projekt. Ide is rakhatom már, ugye? Körbe végig tudom rakni. Gyerekek, ez komoly lesz. Figyelj, ha lapot raknék, ugye, akkor nem kellene áskálnom. Ez most hova raktad, baza? Oda rakott egyet és eltűnt. Érdekes. Úgy. Fordulj, térülj, fordulj! Csak az a baj, a lapnak is azt mondom, vastagsága, és az ugye böszmeg után néz neki. Úgyhogy lehet, hogy nem lapot fogok. Ez a terem, ez lesz a nagy terem. Az ovális iroda, gyerekek. Egyébként lesz egy... Nagyon sokat gondolkozok, hogy hogy legyen a pánik szoba. És a pánik szobát lehet, hogy egy nagyon érdekes módon fogom megvalósítani. Sőt. Lehet, hogy e fölött lesz a pánik szoba, úgyhogy rácsos lesz az alja, és lelássak mindenképpen mindenhova. Az azért lenne jó, mert hogyha elvesztem ezt a szobát, vagy megyek a pánik szobába, itt lenne egy lépcsőház, akkor rálátnék erre a teremre, de ők fölfele nem nagyon tudnának ásni, hanem ugye oldalra kéne nekik valahogy próbálnának feljutni hozzám. De közben meg ugye tudnám őket hirigelni, úgyhogy ez valószínű, hogy itt lesz. És akkor viszont ki kell ásnom mindenképp a mennyezetből. Várjatok, meg kéne csinálnom maga a pánik szoba alját. Pánik szoba, akkor a pánik szoba az egész izének kell lennie, ugye? Az aljának, rácsosnak. Úgyhogy azt... Hú, bázzal, megint építkezünk folyamatosan. Figyeljetek, reggel el kell mennem mindenki kajáért. Úgyhogy nagy körre megyünk reggel. Úristen, hova építkezik a Keeper? Mi? Hova? Meg lehet, hogy nem lesz alapanyagom egyébként javítókészletre se. Most egy random egy sort még ki kéne valahogy szednem mindenhonnan. Na, ott gondolkozzak, gyerekek. Ez nagyon összetett lesz. Ez tényleg egyébként nagyon összetett lesz. Figyeljetek, mindenképp kell egy sor blokk, az legyen ilyen. Ugye? Úgy meg akarom csinálni, hogy gyerekek, mindent kibírjak. Mindent kibírjak. Csak nehogy leszakadjon az egész pánik szóval. Alá. Nem szakadhat le, ugye? Lehet, hogy meg kell csinálnom majd... Nem, mert ugye hozzá kötöm a izaihez is, a kőzethez is. De csak ha nem kötsz hozzá a kőzethez, akkor van baj. Ja, kitaláltam, hogy hogy lesz. Már jöttem. Hogy tudom megoldani, hogy rálássak mindenre. Ugye, hogyha ide betörnek, dobzódnak, a pánik szobába be tudok menekülni. És onnan... Olyan tervek vannak a fejemben, halljátok, hogy az... Egy, nem tudom elmondani, egy építész bazán rajzolna 100 évig. Tényleg olyan ötletek, és most olyan ötleteket próbálok megvalósítani, amit meg is tudok egy hirtelen, de ezek se gyengék. Ezért komolyan nem tudom, hogy mit gondolok már, hogy mi lesz itt. Igen, és akkor ugye, jó lesz ez. Ha ide betörnek ide, akkor le kell, hogy lássak a pánik szobámból. A pánik szoba az utolsó védvonalam is kell, hogy legyen egybe.
és egy olyan védvonal, ahova nem érnek el. Mert ugye most mi történik akkor, hogyha én betörnek, és én vagyok a pánik szobában. Itt néznek. Kimennek a szélére, valószínű ütik a falakat, hogy ugye esélyük legyen följutni valahogy. Mert igazából máshogy nem tudnak följutni hozzám. Az ajtón mindenképp izé lesz valami 9-10 akárhányadás ajtó. Azt ütik, akkor is ugyanaz, mint a falakat ütnék. Valahogy meg kell próbálni, és egy lépcsőházat kell létrehozni. Lépcsőházat? Nem akarok létrázni. Rüellem ebbe a játékba a létrázás. Lépcsőház az, gyerekek. Basza. Ja, így körbehúzom. Egy sorba. Basza. Meg kellene csinálni itt is végig egyébként akkor már. Pont jó. És akkor van egy blokk, még nincs kiütve. 21 óra 20-ban elmehettem volna kajáért, de talán kibírjuk. Reggelig csak kibírja a csávó. Ez érdekes, hogy néha oda rakja és nem látszik a frame. Ha négy sarkot ki kéne választani, ilyen elvileg ilyen frame már ugye nem kell. De kell a sarkokra. Ugye? Na, akkor ide ez jöhet. Mehet. És akkor a következő. Na. Úgy. Oda nem. Úgy. Ugye? És akkor már ilyen frame nem kell. Akkor ilyen frameből választok egy ilyen... Az a, hú, hol van az a... Konkáv sorok. Na gyerekek, ezt megtalálod, megőrülsz. Hol a szarba lehet? Konkáv sarkunk. Ő gyerekek. Ó, jaj. De mi ez? Ilyen polcot is, meg ilyen hülyeség? Új, itt vannak a rácsok, ja, az majd kell. Olyan dolgokat lehet létrehozni, hogy beszarsz egyébként ennek. Hol van a konkáv sarkunk, gyerekek? Ilyen deszkás, mindenféle. Ennek kell lenni egy olyan saroknak. Biztos ott van, ahol a másik. De ezzel sok idő elmegy, bocs. Itt van a... Evelt. Na, itt aztán baza van minden, mint a bocsogva. Ő lesz az? Nem. Ő lesz az. Ugye? Nem hiszem. De. Ő lesz. Nem ő lesz. Nem ő lesz. Mellette lévő volt szerintem. Most találd meg be az a... Ah. Fúú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 
gyerekek, hogy a rohadt élet... Ő lehet? Na, én mit kell forgatni, nem így? Szerintem nem ő meg én. Nem ő, vagy ő csak nincs ki, ott ki kell ütni az ágy blokkot. Na mindjárt megnézem ezt. Gyanús, hogy itt. Jó, az-e. Oda vertem egyet neki. 22 óra nem számít. Mindjárt egy kiütök blokkot, mert nem, gyanús nekem. Nem ez az. Ez nem az, ez sarok. Fú. Rohadt életbe. Kellett nekem ilyen bonyolult struktúrával gondolkoznom, mi?
hol van egyáltalán az a, amivel dolgozok? Ez. Mint az a zsíves. Ez. Ilyen kellene, ugye Arch 2, és vannak a Arch Corner, hát itt van, ez kellene, hogy legyen, és na mégse jó. Hogy én vagyok a hülye. Ez nem jó. Ez tudja, hogy nem jó. Ez nem is olyan alakú. Nem így ilyen... Tudám, örülök ennek az egésznek, hogy most ez szarakodna. És még ráadásul... Millió darabban, fú, de utállak. Az Arch Corner lenne. Elvileg csak milyen? Ez az a baj, az Arch és Ramp csatlakozása. Arch Inside Corner. De ez se jó, hanem olyan kellene, ami hármat hoz össze. Ez csak kettőt hoz össze egy sarokra. És három ívet hozzon össze, és olyan nincsen, bazza. És olyan bazza nincsen, mert ez se jó. Ez ízét hoz össze, ugye laposat, ilyennel. Az Arch Inside Corner, ez se jó. Na, cornereket üssük be. Kb. Cseszhetem. Nehogy már pont olyan blokk nincs, hallod? Nem akarom, bazzak. Csinsz egy corner, de ez nem jó. Ha, ne akadjál meg. Hoppa. Na. Itt kiástam, olyan felekére fordítani. Az a baj, millió variáció van, ugye rá? Na, így. Nem stimmel, látod? Hát van benne egy izé. Na mindegy, ez lesz gyerekek, de nem stimmel. Nem stimmel. Greg ráadásul... Nem hiszed el, hogy nincs olyan? Hát akkor figyelj, akkor ezt kiszedem. Meg kell javítani. Ezt kiszedem, és akkor itt lesz sima sarok. Mert jó amúgy az a sarok, hogyha lenne sarokba végződik, az lesz. Nem lesz szíves a sarka. Legalább tudok oda pakolni. Úgyhogy nem tudom, de én nem találtam olyan gyerekek, biztos van olyan, lehet, hogy én vagyok a béna. Itt akkor most ki kell ütnem ezt a sarkot. Mind a kettőt. Lehet, hogy nem kell kiütni, hogy visszabontam ennyire, akkor már. De akkor se jó. Mindig belelók, te. Ilyen szar miatt elcsúszít az ember az időt, hallod? És akkor sima sarokkal tudom megoldani, ugye? Úgy. Ezt leadom ide. Meg ott. Ott is egyenes lesz. Aztán így ennyi. Ennyit tudok tenni az ügy érdekébe. Kicsit többet kell csákágyaznom, nem ebből még kellene. Igen, itt megint ki kell ütni. Bocs, srácok, ez ilyen.
nem volt olyan, amelyik összehozott volna három konkáv, konkáv felületet, ugye. Olyan volt, ami konkávot összehoz ezzel, azzal, minden hogyan, de az, amelyik nekem köl, az még nem volt, hogy rohadjon meg. És ezzel úgy el tud menni az idő, hogy mint az állat. Ja, igazából annyi, hogy így tudom levonni, és akkor itt sarkos lesz. Úgy gyerekek, ezt ki kell világítani rendesen. Az, ez egy akkora terem lett, ez őrület. Na jó, csináljuk, mert tökölök itt rendesen. Még az utolsó sarkot be kéne raknom, és akkor már csak ideig kell egyeneset raknom, de viszont a mennyezetet akartam megcsinálni, nem igaz? A mennyi, mert arra ki, itt van a fejemben a pánik szoba ötlet, és azt szeretném minél hamarabb megvalósítani. Jó sötét van, nem? Éjszaka. Azért az az érdekes, hogy bejön a fény kintről nap. Jó, azért annyit nem kell lásni, mint hogyha... Meg az a jó, hogy így azért közben dolgozunk, de valamit azért ki is találunk, meg létre is hozunk. Így egy kicsit érdekesebb, mint hogy folyamatosan csak ások. Kicsit ilyen Minecraftos most az a gameplay. Ja, a javító készletet nem tudom, tudok-e csinálni, mert használtam el alapanyagot. Lehet, hogy be fogunk szűrni. Meg ide, lassan elfogy a frame. 500 frame-et csináltunk, és lassan elfogyogat. De nem baj egyébként. Van elvileg farm. Csináljunk még mondjuk 200-t, és akkor tudni fogjuk, hogy mennyit használunk. Mert annyi biztos, hogy kell, mert lépcső kell, meg ide szar. Ó, ilyet csinál le. Na mindegy, átalakítom. Ablak nem lesz, az izéket majd a ládahelyeket ezt kitaláljuk, meg mindent, azt visszaszedem. Csak egyelőre, jó, mert a frame-ből csinálok. Úgy gyerekek, ezt szint felupgrade-elem, az megint egy szint. Ja, egyébként van skill pontom, mert ugye szintet léptem közbe. Nem is tudom hányat, egyet azt hiszem, egy, amíg ástam, tudod, az ásásból. Úgyhogy az majd felhasználásra kerül. Mindjárt kitaláljuk. Akkor 700 darab blokkal dolgozunk jelenleg, ez mind elfogy. Az jó, mert az upgrade-elésre is ki tudod számolni, ugye, hogy mennyit használtál el. Én nem akarok ilyen zombiváró, meg ilyen hülyeségeket csinálni, hanem ilyen rendes védelmi vonalakat. Ugye általában azt csinálják, hogy egy különálló zombivárót szoknak csinálni. És akkor ugye nem a bázisuk sérül az emberkéknek. Na, elfogjuk. És fogyott kell. Meg kell nézni, van-e alapanyagom még javítókészletre. Ez a csákány, ez kiszolgálja, kihasználjuk ezt a csákányt. Oké. Okay. És a mennyezet, ez egy nagyon rettentő speciális dolog lesz. Nézzük, gyerekek. Ez brutál, nem? Ez de, nagyon, nagyon derék. Egyébként ide gondoltam rá, hogy ide csinálok majd egy, van az a nagyobb ajtó, és akkor és csak az a baj, a védelmi vonalakat, akkor megkerülem, ugye a motornak jól lett volna egy ilyen hely. Jó. Oké, okay, jó lesz. Ja, egy kicsit, mint hogyha lagolnánk, vagy nem tudom, mitől van. Mondjuk 100 éve nem volt újraindítva a gép, lehet, hogy nem tesz neki jót. Mi kell a... Kellene nekem... vasunk az van. Duct tape kellene. Hagyjál már? Valaki szöszörög. Ezt nem bírja ki a képer, hogy ne. Van a két mászkál. Ja. Na most észrevett. Sokan nehezményezték, hogy miért nem használnak közelharci fegyvereket. Mert rohadt tuli balra való öldönést. Na. Na tép.
Glue, cloth fragment. Glue az ott volt egy, cloth fragment van. Az a baj, most ugye még egyelőre minden szanasz éjjel van. A cloth fragmentet azt tudnék csinálni, ha leszkepelnék olyan dolgokat, ugye? Nincs cloth fragmentben, tényleg? Glue is kettő van. Glue-t azt tudnék ugye főzni. Csontból? Ugye csontból tudnék glue-t főzni. A cloth fragmentem a legalapvetőbb dolgom nincsen. Jó, hat. Jaj, de jó. Na, akkor csinálom kilét. Jó, legalább tudok csinálni. Oké, okay. És akkor... Tudom folytatni, nekem ez jó. Egyelőre. Oké, okay, mehetünk is. Igen. Egyébként jó sötét ez az egész. De sötét. Hogyha nincs felkapcsolva a lámpa, ez jó, ki kell fákja azon. Egyébként felirat a falra, meg ilyesmit természetesen tervezünk. Nem készült még? Igen, dehogy nem. Ja, majd kell főznöm glút. Csontból lehet, hogy millió darabot tudok csinálni, úgyhogy igazából nagyon nem kell aggódnom, hogy valami így elfogy és nem lesz. Szóval jól állunk, mondhatjuk. Bocs, hogyha ilyen hosszú ez a rész is, de itt ma, akkor mindenképp ezt be akarom fejezni, és lehet, hogy a következő részben akkor befejezzük a... Mi az? A... azt is. A... Mire nevezik azt a szar? Pánik szoba! Kiírom rá, bazeg, pánik szoba! Mert... akkor... igazából felaplédelem, és akkor kész a bázisunk, gyerekek. Nem, csak az a gond, hogy el kell mennem kajájára. Viszont rengeteg XP jön ám, úgyhogy a... fel tudok. Ja, egyébként Norvég írta, hogy a... tudok rakni a izére, hogy ne rakjak a Tyrannosaurusra, vagy a Tyrannosaurus, igen, a szexuál Tyrannosaurusra, mert úgyis lesz augerem. Hát, de úgyis használok kézi szerszámokat, nem állt ez. Annyira nem rossz dolog. Minden 69-re például rakjak, mert az is ugye ezt csinálja. Úgyhogy lehet, hogy a most lesz egy csomó skill pontunk, megnézzük, hogy akkor nem-e érdemesebb arra rakni. Ugye, ahogy mozgatom a fejem, olyan, mint a villózna mögöttem, ahogy mondom, mi ki gyulladt a szoba? Látjátok a kamerát? Ahogy próbálkozik a fehér egyensúlya várni a kamera. Falak meg lesznek. A gyerekek, itt azért ez komoly dolog lesz. Kicsit félek attól, hogyha ezt le fogom küldeni kővel, cobblestone-nal, olyan sötét lesz itt be a gyerekek, megőrülök. Mindjárt ezt végigcsapjuk, megcsinálom a mennyezetet. Szerintem az egy nagyon jó ötlet lesz. Hogy itt találtam ki. Hogy fölülről lelássak. És egy lépcső, itt lesz egy lépcső az egyébként, itt hátsó falon. És ez is egy védelmi vonal lesz, és akkor ha belegondoltok, védelmi vonalban már van kapásban 1, 2, 3, 4, és akkor az lesz az ötödik, meg még közben is be tudok iktatni, ha van, úgy van. Szóval no probléma. Na gyerekek, akkor itt még körbe megyünk egy sorba. És majd meglátjátok, mit találtam ki. Tényleg itt van a fejemben az egész. Imádom. Kövem az mennyi? Hány darab lehet? Hány ezer már? Na meg hol? Megőrülök. Jó, hogy nem szakad be. Az frankó lenne, a gyerekek beszakadnak. Ja, kaját el kell mennem majd gyűjteni. Meg megnézzük akkor ezt a minden 69-et. Várjátok, azt meg is nézhetném akkor. Hol vannak az két pontok? Mert azt mondtátok, hogy az is tök jó. Itt van ez. Ez is elvileg ad nekem olyat.
Tool Damage 30%, Tool Damage 40%, Block Damage 120%, Block Damage 90%. Ez, hogy helyre rakjuk 30%-at, nem, nézem. És most van egy elérhető. Oké, akkor rakjuk erre. Sexual Tyrannosaurusra. Ott az 7-es erő kell hozzá, úgyhogy az egy kicsit nincsen. Akkor erre rakok egyet. Meg is tudom csinálni. És elvileg akkor többet sebez a csákányommal. Ja, jó van. Köszönöm szépen Norvég egyébként, neked is ezeket az ötleteket, és mindenkinek, aki írja a... Látjátok, hogy mi lenne van szüksége, mi lenne hasznos, akkor azt nyomjátok ezerrel. Most tényleg egy bázist kialakítunk, egy olyat, amelyik ilyen epic jó védett lesz, akkor utána már tudunk jobban mozgulódni. Jó, akkor itt is körbeértük, itt még körbe kell. Yeah. És ahhoz, hogy onnan leszedjenek a zombik, azért ott fel lesz adva a lecke neki. Ugye nem érik el. Bár a berendezést lehet, hogy szétcsapják, de hát... Valamint valami él. Ugye meglátjátok, most jön a lényeg, most még durvább dolgok fognak érkezni. Meglátjátok, hogy mit találtam ki. Sokat gondolkozok akkor is a játékon, hogy tudnám megvalósítani a dolgot, amikor nem is tudom egyébként. Na, ugye akkor körbe van húzva, várja, egy sarokba álljunk meg. Igen, körbe van húzva. Akkor most jön az érdekesebb része. A következő sor, azért megint kivágjuk, de most nem ilyen blokk lesz, de nem is rács, hanem egy egész más dolog. Mindjárt meglátod, hogy mi. Biztos kíváncsi vagy, hogy mi. És körbe, gyorsan körbe futok. Ugye most ez a minden 69 nem a staminámat, stamina gazdálkodást növelte. Gazdaságosságot növelte, hanem ugye nagyobbat sebzek a csákánnyal. Egyébként te belegondolsz erre, tényleg jobb lehet, hogy jobb rakni, mert ugye például augert is, hogyha gyártasz, akkor ez arra is hat. De például auger majd, ugye gondolom a staminát azt nem eszi. Mit csinálok? Nem akarok körbe. Nem akarom körbe. Körbe kell vágnom, de nem akarom körbe rendezni. És a pánik szobát azért akarom így kialakítani, hogy mindenképp innen is tudjak védekezni. De ugye meg tudnám azt is oldani, hogy például egy folyosó, és akkor ott benne a pánik szoba. De valami olyat akarok, ahol iszonyat elérhetetlen lennék. Csak azért akarom ide, hogy így végignézzem, hogy tényleg kiütöttem minden. Nagyon elérhetetlen lennék zombiknak. Meg még ráadásul tudnám is őket piszterkálni. Hát, aki szereti az építkezéses részeket, annak most szerencséje van, mert a Keeper nagyon belelődött itt a dolgokba. És azért nem szeretek beköltözni sehova. Például ott volt az a betonépület, tudjátok, jó, éhesek vagyunk, hát erről, ezzel most nem tudok semmit csinálni. Volt az a betonépület, az a rakétasilló. Csak az a probléma, hogy tele volt olyan helyiséggel is, ami nekem teljesen haszontalan, és nekem ez nem jó, nem kell. Ígyunk egyet, jó? Tudom, hogy szomjasok vagyunk, nem éhesek, de iszunk egyet. Ja, majd egyet le kell raknom a hálózsákot, hadd dobjam már le, mert ne felejt a Keeper, aztán majd random helyen ébredünk. Addig itt alszunk a sarokba, gyerekek, lol. Egyébként az összes túlélő játék az ilyen The Forest, meg Rust, meg a hasonlóhoz képest nekem ezt azért tetszik leginkább, mert itt Minecraft szintűen bármit létrehozhatsz. És az kifúrhatod a földet, odaépítkezel, ahova akarsz, bármit megcsinálod, az szerintem nagyon, nagyon, nagyon jó. Na gyerekek, és akkor most kell egy olyan nekem, és már jó, hogy tudjuk fejből kb. A neveket. Úgy, majd mindjárt meglátod. Corner az jó is jönne. Corner. Ne, nem.
Nem Cornel Feeder. Mindegy, nem. Ramp. Tudunk egy olyan kellene, hogy ramp, egy sima ramp. Ez az. Okay. És ezt elforgatjuk. Hopp, oda nem rakunk. A sarokra nem rakunk. Így fölfele nézek, mintha tényleg úgy fölfele néznék. Ezt jól megmondtam. Ja. Így. És így igazából majd. És akkor jöhet a ramp. Ramp inside, ez az. Ezt kell nekünk. Ezt akarom. És akkor ugye ott ezt berácsozom, és a ramp miatt gyakorlatilag lelátok a falakig. Úgy gyerekek, el... Nem hiszem, hogy ilyen hülye vagyok, hogy ekkora bázist építettek, de én úgy érzem, hogy ez nem lesz rossz. És akkor most jön, ezt a pár blokkot leütjük, és akkor most jön a rács. És ugye a rácsot, lehet ugye rácsot csinálni, akármilyen blokkból már. És ezt fel lehet akár betonig, vagy pedig akár acélig is upgrade-elni. És emiatt ugye sokkal jobb, mint például van a sima ilyen ablakrács, amit lehetett régen készíteni. Mert gyakorlatilag upgrade-eled egyre erősebbre. Ugye, az gyerekek. Az. Úristen, milyen bálist építettek? Komolyan! Én magamat is meglepődök ezzel. Egyébként olyan terveim lennének, csak rengeteget kell kopogatni. Ott az veszi el a kedvem. 2 óra, ezt be is fejezzük addig. Ott kipakolok. És akkor ugye most már jöhetne. Kellene craftolnom mindenfélét ide belőle. Ládákat például. Még ott egy van. Ha megcsinálom a rácsodását, és akkor fölé már meg, csak meg kell csinálnom a termet. Ott egy lépcsőház, megettelem. Oké. Okay. Viszont azt is megcsinálhatnám, hogy valamilyen csapó ajtószerű lehessen átmenni a lépcsőházba, és ezt föl tudom nyitni, ha nagyon szarba vagyok. Úgyhogy jó, figyelj már, miket lehet az életcsőn. Ez az idő, ez kell az a gagyi fegyóhoz, mi? Ja, akkor... Á, ezért kellene a rács. És a rácsok, azok milyen, van valami speckó nevük, vagy... Nem tudom, milyen... Talgó voltak, nem? Ez se rossz egyébként, várjál már? Milyen legyen valami, valami lehet, hogy valami nagyobb lyukú kellene? Ilyen, ez milyen? Ez nem rossz egyébként. Megnézek egy másikat is. Valami nagyobb lyukorács lehet jobb lenne, nem? Még függönyt is lehet csinálni, beszólsz. Ezt néztük az előbb. Ez van, ez van. Ez diagonál. Ez túl sűrű nekem. Csináljuk meg azt, amit néztem. Ez tetszik. Jaj. Akkor ezt elforgatjuk. Viszintesre. Nem így. Így. És akkor ugye... Ez, hát remélem, hogy ez ki fogja bírni, majd felupgrade-elem. De szerintem ekkora távolságba kibírja. Ütni nem nagyon tudják, de ugye fel tudom akár acélig is. Upgrade-elni. És akkor itt lesz, ez fölött lesz a panik szoba. Gyakorlatilag ugye blokknak számít, ha akarsz, pakolhatsz is rá, de valószínűleg nem blokk, hanem így a ablak, vagy ilyen fülkékbe lesz körbe, mondjuk a hálózsák, meg esetleg várák, és akkor ugye innen
le tudok látni mindenhol, itt tömb volnak a zombik, akkor is ugye egy utolsó védelmi vonalnak ez tök jó beillik. Oké, srácok, egyelőre szerintem maradjon az építkezés, ki kéne pakolnunk. Hoppá. Valaki rendetlenkedik, megnézzük. Mi, ezt nem akartam előni, bocs. Jó, meghaltál. Kiesti egy körből. Egyébként imádom, hogy itt mindig vannak zombik, várjál. Meg azon a domb oldalon szoktak maszkálni, most érdekes, hogy egy üres darab nincs. Én. Oké. Fú, gyerekek. Oké. Ki kéne pakolni? Ezt elmegyünk vadászni, jó? Hát tudom, hogy tele vagyunk szeméttel. Bocsánat érte. Tudom, megint egy kő. Ezeket itt hagyom egyelőre. Valószínűleg, hogy gyalogszerrel nekiindulunk vadászni, akkor... Ezeket hagyom. Jó, a blokkok azok maradnak, igazából sok értelme nincs, de... Jó, néz ki, nem? Tök jó. És akkor be tudom rendezni. Várjátok, addig csinálhatnánk ezeket. Csinálhatnék valami ládákat, vagy valamit. Tudjátok, azokat a kocka alakúakat. Ahhoz kell szeg, de csak ennyi szegem van. Hoppá! Na ez a gond egyébként ezzel a... Amíg nem upgrade-elett fel, hogy konkrétan... Hogyha rossz helyre nyomsz, akkor így felveszed a blokkot. Ja, ezt ki kell ütnöm majd, azt ide is ilyen éves lesz egyébként. Na, semmi szeg, de van itt 8. Akkor hány ilyen chestet tudok csinálni? De jó, ilyen kabinátot is tudok csinálni, de... A storage box, erről beszéltük, ugye? De várjál. Hú, ez miért ilyen szép? Előtt én ilyen rondát csináltam, és egy... Mennyit hiszek kell hozzá? Te mehetsz a francba. Hiszek kell? Kell izé, öntenem akkor. Lehet, hogy be kéne rendeznem akkor már itt a dolgokat. Szeg kellene gyerekek. Ez de jó, figyelj ma. Mennyi francba de jó néz ki. Nem tudom mennyi helyet ad. Arról se vegyem. Ez hogy néz ki? Na, ez szebb, mint az enyém volt. Ugye? Szerintem szebb. Oké. Akkor... Innen lesznek az eszközök. Innen lesznek a ládák, oké? Mindenki is veszek egyet, szerintem. Biztos jól néz ki ez? Nagyon csúfos. Jaj. Jó, egyelőre nem rakom le. Annyira be vagyok sózva egyébként. Mindenre, most ez nagyon tökéletesre akarom egyébként. Jaj, de utálom, hogy kiveszik. Ezeket a fákjákat elviszem beljebb. Ezeket meg elrendezem. Kicsit ne legyen ennyi. Ezeket úgy kéne felraknom, hogy ide fel tudom dobni. És akkor mindig bevilágítja az előtte lévő helyiséget. Oké. Okay. Ide meg mondjuk. Ja, itt meg van 2. Akkor hátsó falra legyen 2 egyelőre. Ezt majd meglátjuk. Oké, okay, srácok? Ja. Oké. Okay. Berendezést el kell ez nagyon jó az, hogy ott van a szobám, nem? Mert most érted, hogy azt le akarnak szedni, akkor elkezdjük ütni a falat, mert nem fogják tudni máshogy. Ez böszve jó lesz. Megcsinálom, hogy elkezdhetném én itt. Hol a közepe? Hol a közepe? Ugye igazából itt lesz egy ajtó. És akkor itt lesz egy lépcsőházat alakítunk ki. Nem fogok szórakozni olyan, hogy létrázok. Utálom a létrázást. Itt valószínűleg, hogy ilyen nagyon dupla fal lesz majd. Az ajtó körül, hogy ne az legyen, hogy be tudjanak törni. Vágod, mit mondok. Úgyhogy ez az egész lépcső, ez egy ilyen nagyon masszív dolog legyen, hogy ne tudjanak bejönni.
Viszont a kaja, úgyhogy kaja téma lesz mindjárt, mert ebből baj lesz. De ne tudjanak bejárni. Itt lesz, mondjuk. Ne! Tudtam, hogy nem szabadna ide raknom a rohadt életbe, nem tudom felvenni. Egyébként ezt hogy lehet használni, mert... Mert én hiába jobb gombot, bal gombot nyomok, azt akkor is üdvele mind a szar. Semmi nem lesz, jó van? Jó, majd csinálunk, nem baj. Legalább nincs rá gond, hallod? Törd már szét. Hol van a rohadt életbe. Elnyerő is te. Most csak kibontott. Ott rohadjál meg. Legalább nincs rá gondom. Oké. Okay. Hány óra van? 3 óra 32. Ugye vegyek ám. Veretjük neki. Ez a lépcső, ez egy ilyen nagyon masszív dolog legyen. Ugye, ne az legyen, hogy megcsinálom a Franco védelmi rendszeremet, aztán ilyen nem bukok. Menjünk kaját gyűjteni, oké? Okay? Igazából elmehetnénk a maradék cuccomért is, ha úgy van. Jó, itt. Innentől meg... Ja, megcsináljuk, annyi. Szerintem egy dupla fal. Ugye a dupla fal már megvan. És akkor innen indul a lépcsőház. Szépen felmegyünk fél blokkot, elfordulunk. És akkor itt meg fölmegyünk. Jó, gyerekek, jó lesz ez így. Oké. Okay. Csoda föl! De azt ma nem fogjuk megcsinálni, hanem majd a következő csodálatos részbe. Oké, okay. Clot fragmentet egyébként, klotot kellene gyűjtenem, hogy legyen. Nagy szeget, ezt jól elcsöztem, ezt repelem a francba. Pakoljuk ki azokat a dolgokat, amiket abszolút nem használunk, aztán akkor megyünk kirándulni egyet. Ez például azt a hunting rifle-t, ezt tök nem használom. Ezt nem tudom átrakni mondjuk, ezt nagyon sokszor használom abba a modifikációt. Tök nem használom azt a hunting rifle-t, gyerekek. Ahogy ezt kirakom. Ugye megnézem ebbe. Lehet, ja, egyesbe nem tudok rakni többet, ugye? Csak egyet. Meg kellene, várjál, hegyem nincsen. Az a baj, hogy ugye most minden össze-vissza van, se fegyver, nincsen sorba, se semmi. Ezt egyébként el lehetett volna adni. Úristen, mennyi költ a Jézus Isten? Az a gond, ugye, hogy nincsen semmi. Nem is megint kivette onnan egy blokkot. Ezt vigyük magunkkal. Vigyük magunkkal a vizet. Üres üvegeket kéne összeszednem, és akkor azt is úgy beállítanám. Az is kellene. Van 19 itt is. 31. Egyébként voltál-e egy csomó, nem tudom, hogy hol a szarba van. Jó, a gyerekek, menjünk, jó? A fenébe. Oké. Okay. Egyébként baró jó. Nekem nagyon tetszik ez a bázis stílus. Jó, akkor... gyűjtögető, megvadász. Ez is jó, ez is jó. Ez is jó volt. Minél többet. Nyulat az csak ha megáll, bazza, akkor kapod el. Hát főleg. Utála vagy ulat. Van-e pont a bokorba bújik el? Miért? Örítsél meg. Fejezed már, vagy úr? Miért mindig e...
Elegem van a nyúlból. Elegem van! Nem fogok itt tökölni ezzel, hallod? Szóval tovább tart, mint ide. Leülök 100 rókát, meg minden szemetet. Menjünk a fenébe. Jaj, ne. Nem baj, XP, XP. Mindjárt, meg, mindjárt még egy szintet lépek, úgyhogy ez jó. És ne felejtsem el, hogyha tudom, akkor... vegyem ki belőle. Vegyem ki belőle a nyilvesszőt. Egyébként rügellem, hogy állandóan esik az eső. És köszönöm ezt. Ezt úgy utálom ebbe a játékba. Ja, de csak onnan esik. Ah, oh, de jó, itt már nem esik. Ez jó, na nézzük a rókákat. Hú, nem kellene egy új részt indítani? Srácok, szerintem kellene egy... kellene egy új részt indítani, mert ez még így nagyon hosszú lesz. Na, köszönöm szépen a figyelmet, folytatjuk innen. Csácsumi, csőtészta és szavjasak is vagyok. Káá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 á